Elkezdődtek az érettségi vizsgák, 400 ezer diákért izgul az ország. 12 hónap, 12 település, rászoruló gyermekeken segített az egyik Békés Csabai cég. Több mint 50 éve a színpadon, Omega koncert volt a Csaba Parkban. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják, Horváth Szabolcs vagyok. Megkezdődtek a magyar írásbeli érettségi országszerte a középiskolákban hétfő reggel. A középszintű írásbeli vizsga 240 percig tartott, idén mintegy 400 ezer diák érettségizik, közülük 43 ezeren emelt szinten adnak számot tudásukról. Reggel 6 órától vehették át az iskolák az okmányirodában a mai írásbeli érettségi feladatlapokat tartalmazó lezárt dobozokat. Majd a felügyelő tanárokkal, akik nem lehettek magyar tanárok, ismertették a vizsga szabályait. Fogalmazványnak hívjuk a piszkozatot, jó, fogalmazványnak, nem piszkozatnak. Ha pedig van olyan lap, amit szeretne, hogy kijavítsák, tudjátok, azt át ne húzza. A fogalmazványt viszont át kell húzni. Eközben pedig a diákok is felkészültek a megmérettetésre. 9. óta erre készülünk, úgyhogy csak fog menni. Szerintem még ez lesz a legkönnyebb a 3 nap közül. Itt inkább csak gondolkodni kell, és nem kellett annyit tanulni rá azért. A 240 percig tartó vizsga első részében Moravcsik Gyula a Papíruszok világából című ókori szövegekről szóló könyvének egy részét kellett értelmezniük a diákoknak, amire 60 perc állt rendelkezésükre. A vizsga második része a szövegalkotás volt, ahol 3 feladat, érvelés, műértelmezés vagy összehasonlító elemzés közül kellett választaniuk. Érvelésnél Csóri Sándor Nomád naplójából kaptak egy szövegrészletet a diákok. A műértelmezés alapján Tamási Áron Szerencsés Gyurka című novellája szolgálta, míg az összehasonlító elemzésben Vörös Marti Mihály Liszt Ferenchez és Íj és Gyula Bartók című alkotását kellett egymás mellé állítaniuk a vizsgázóknak. Próbáltam inkább a novella elemzést, mert ugye az úgy voltam, hogy inkább az, ami menne. A novella elemzést választottam. És miért pont azt? Ezt találtam a legjobbnak, és igazából ezt tudtam, ezt tanultam. Az egyik intézmény igazgatója elmondta, ők is izgulnak a vizsgák sikereiért. Nagyon nagy felelősség, hiszen 4 évig erre a vizsgára készítettük fel diákjainkat, és hát ezen múlik, hogy bejutnak-e egyetemre, főiskolára, vagy esetleg valamilyen UK-s szakképzésben kell részt venniük, úgyhogy ez mindig nagy izgalommal tölti el a mi szívünket is. A következő egy hétben matematikából, történelemből, majd angol és német nyelvből, valamint nemzetiségi nyelv és irodalomból érettségiznek a diákok, közép és emelt szinten egyaránt. A szóbeli érettségik emelt szinten június 2. és 9. között, középszinten 13. és 24. között lesznek. 1000 gyermek, 4000 adag étel, 1800 megtett kilométer és 4 millió forint ráfordítás. Ezek a számok a Gondoskodjunk a gyermekekről hétvégén is programmutatói. Az elmúlt 12 hónapban 12 településen látta ebéddel a rászorulókat a Békés Csabai Marzek NER Packaging Kft. Körös Nagyharsány az egy éve tartó program utolsó állomása. Az elmúlt évben 12 elmaradott településre látogattak el a nyomdaipari vállalat alkalmazottai. Az étkeztetés mellett egyéb programokat is szerveztek a gyerekeknek. Ugráróvároztam, arcfestés, meg csillantetkó. Meg fociztam, jól éreztem. Településenként egy hónapig biztosították a szombati ebédet a rászorulók részére. Ebben a községben 36 gyermek jutott meleg ételhez hétvégente. Öröm lenne számomra az is, ha azt mondanánk, hogy ez gazdag község. De mivel nem vagyunk gazdagok, és a gyerekek sem vannak abban a szociális körülmények között, amely ugye elvárható a mai világban, így ez a 5 héten keresztül folyó étkeztetés, nem csak én köszönöm, hanem a gyerekek is. A gyerekek már az ebédhez készülődnek. A menü ezúttal csirkeragú leves, sajttal töltött hús rizibizivel és desszerként isler volt. A mostani programban a cég 80 alkalmazottja vett részt. Jó magam feltöltöttem ezeken az alkalmakon, mert annyi szeretetet, én úgy gondolom, hogy ritkán kap az ember, amit ezektől a gyerekektől kaptunk így hétvégenként. Úgyhogy én a magam részéről sajnálom, hogy véget ért ez a projekt. A meleg étel után csomagokat is kaptak a gyerekek, amit hazavihettek, így a vacsorához is hozzájárultak a szervezők.
Én azt vallom, hogy a gyermekeken kell és szükséges segíteni, hiszen ők még igazán nem tudják befolyásolni a saját sorsukat. Aztán amikor felnőnek, akkor nyilván már a kezünkben van a döntés, úgyhogy megpróbáljuk mi a gyermekekre korlátozni, vagy a gyermekekre fókuszálni ezekben a programokban. Én azt gondolom, hogy megfelelő fogadtatásra találtunk, és hát ők azok, akik tényleg őszintén és hálásan fogadják ezt a kezdeményezést. A vállalat ügyvezetője elmondta, gondolkodnak a program folytatásán. Kása István hozzátette, amennyiben ezek a gyerekek szeretnének a nyomdaipar felé nyitni a későbbiekben, a megfelelő tanulmányi eredménnyel akár egy békéscsabai továbbtanulási lehetőséget is tudnak számukra ajánlani. Az idei évben közel 127 ezeren regisztráltak a Teszedd elnevezésű akcióra, azonban ennél jóval többen vettek részt az ország szemétszedési programjában, hiszen az előzetes jelentkezőköz a legtöbb esetben mindig társul egy családtag vagy egy ismerős. Az ország 2240 helyszínén fogtak össze önkéntesek, hogy megtisztítsák lakókörnyezetüket. A négynapos akcióban lakossági csoportok, intézmények széles köre képviseltette magát, így az országban működő szállodaláncok, iskolák és óvodák is csatlakoztak a programhoz. Békés megyében a Végegyházi Barangoló Egyesület 2011 óta vesz részt aktívan a programban, ahol a felnőttek mellett a gyerekek is lelkesen indultak útnak, hogy a környéket megtisztítsák az eldobott hulladékoktól. A gyerekek megtanulják azt, hogy milyen rossz látvány, csúnya látvány a szemét, és talán kevésbé fogják eldobálni a szemetet. Egyébként is az Egyesületünk szokott oktató programokat a gyerekek számára szervezni, amiben szívesen vesznek részt, úgyhogy ezek a gyerekek már több éven keresztül már ebben élnek a barangula által. A legendás Omega együttes több mint 50 éve szinte folyamatosan koncertezik, lemezeket ad ki és járja az országot. A békéscsabai vitézi játékok alkalmával a hétvégén a Csaba Parkba is ellátogattak, ahol egy nagy koncerttel örvendeztették meg a rajongókat. Az Omega együttest sokan a Rolling Stones hazai mássának tartják, és ezzel a csapattagok is egyetértenek, akik a mai napig folyamatosan dolgoznak, nagy koncerteket adnak és egy új lemez kiadására is készülnek. Az együttes tagjai azt mondják, még ennyi év után is bennük van a drukk egy-egy színpadi fellépés előtt. Mindent megtesznek azért, hogy a közönség előtt a maximumot nyújtsák, és mindig próbálnak valami más hangzást, új stílust is belevinni a zenékbe. Volt hard rock korszak, akkor volt az űrrock, és aztán van mindennek az ötvezete, amelyik mostan, és most is oda kell figyelni, hogy melyek azok a stílus jegyek, amelyeket a 21. században használtuk, és a 20. század második felét már végig folyamatosan hajtottuk, és felvettünk minden olyan elemet, amiből mi tanultunk és tovább tudtunk lépni. A fellépések mellett már a stúdiómunka is elkezdődött, és készül az új lemez, ami Molnár György, azaz Elefánt két száma is hallható lesz majd. Most lesz majd végül is a következő időszakban ezzel komolyabban foglalkozva, tehát úgy közös stúdió szinten, mert ideig a saját stúdiómban csináltam ezt meg, és egy angol srác írt rá szöveget, a George, és hát végül is ez is a lemeznek az egyik száma lesz. Az 50 éve koncertező legendás zenekar tagjai azt mondják, a zene és a rajongók iránti alázat az, ami összetartja őket. Gokártozás, arcfestés és körhinta. Csak néhány program, amit kipróbálhattak azok, akik részt vettek május 1-én a békéscsabai majálison. A szervezőket idén az időjárás is a kegyeibe fogadta, így sokan kilátogattak az Erzsébet-ligetbe. Hölgyek, urak, kicsik, nagyok, kedves közönség, kezdődjék a majális! Berta János, azaz Jimmy Bohóc szavai nyitották meg a majálist Békéscsabán az Erzsébet-ligetben. Május 1-e idén abból a szempontból is különleges volt, hogy nem csak a munkát ünnepelték, hanem az anyákat, a nagymamákat is köszöntötték. Emlékezzen meg valóban az édesanyákról, akiknek köszönhetjük, hogy vagyunk, köszönhetjük, hogy itt vagyunk. Kérem, hogy majd egy szálvirággal nekik is róják le hálájukat.
Sokan kihasználták a jó időt, és a legtöbben családjukkal együtt látogattak el a rendezvényekre, hogy szórakozzanak, kikapcsolódjanak. A szervezők kifejezetten családoknak szóló vetélkedőkkel is készültek. 9 állomásból áll, vannak benne logikai feladatok, elméleti fejtörők, illetve gyakorlati feladványok, köztük például a vízibicikli, a kötélpálya vagy íjászat, de lehet totót is kitölteni, illetve keresztrejtvényt. A gyerekek körében a gókartozás volt a legnépszerűbb, annak ellenére, hogy a füves pályán néha elakadtak a fiatalok. Legkülönbözőbb is szeretnék kijönni játszani, mert nagyon tetszik most, hogy itt vagyunk. A Majálison arcfestést is kérhettek a gyerekek, és felülhettek a körhintára is, de a Békés Csabai Média Centrum léggömbjei is nagy sikert arattak. A 7. Békés Csabai Táncfesztivál és 21. táncgála vasárnap este ért véget a Csaba-Gyöngye Kulturális Központban. A 3 nap alatt szinte az összes táncstílus és képviselői bemutatkoztak, akik az ország minden részéről és még külföldről is érkeztek. Háromnapos össztáncművészeti programra az ország táncosainak színejava ellátogatott, külföldről pedig nemzetközi hírű csoportok és egyéni koreográfiákat bemutató szólótáncosok is érkeztek. 21. éve rendezzük, és 7. éve táncfesztiválként. 7 évvel ezelőtt kimentünk az utcára, elkezdtünk tanítani is az utcemberének, és akkor ahogy bővült az érdeklődés, kitaláltunk egy versenyrendszert, és most már olyan szinten mozog, hogy az országból, illetve külföldről is jönnek erre a versenyre, hiszen nagyon értékes díjak vannak. A megmérettetésen és gálán 120 induló volt, akik a hazai táncstílusok teljes szegmensét képviselték. Est végére 23 produkció került be a döntőbe. A 37. alkalommal rendezte meg a KOP Békés Csabai Atlétikai Klub a nemzetközi gyalogló gáláját, és 22. alkalommal az utcai futó és váltóversenyét. A megmérettetésen amatőrök és a riói olimpiai kvalifikációért küzdő profik egyaránt részt vettek. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség és a Magyar Atlétikai Szövetség által a 20 kilométeres gyalogló számokban olimpiai kvalifikációs versenyt is rendeztek. Az országos bajnokságon rajthoz állt Récsei Rita is, aki olimpiai szintet gyalogolt, így vele együtt 21 atléta harcolta ki a riói kiküldetéshez szükséges eredményt. A női kézilabda bajnokság alsóházi rájátszásában a Békés Csabai csapat az MTK együttesét fogadta. A fővárosiak legutóbb legyőzték a lilafehéreket, így a viharsarkiak a visszavágásra készültek. Ennek megfelelően a 10. percben 3 góllal vezetett a lilamezes házigazda, amelyből 2-t a félidőre meg is őrzött, így 10-12-es állással fordultak a csapatok. A második félidő fordulatosra sikeredett, a hajrára ugyanaz MTK érkezett előnnyel, de az utolsó előtti percben a vezetésért támadott a hazai csapat. A vége az MTK-nak sikerült jobban, amely 24-23-ra győzött és elvitte a 2 bajnoki pontot a városi sportcsarnokból. A fővárosi együttes ezzel megerősítette 9. pozícióját a tabellán, míg a Békés Csaba a 11. helyen áll, 3 fordulóval a bajnoki zárás előtt. A híradó véget ért, hogyha friss hírekkel, magazinműsorokkal, online cikkekkel szeretnének találkozni, látogassanak fel az oldalunkra, a behir.hu-ra. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!